Hát szevasztok, szép jó estét, Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek, bocsánat a késésért, kiírtam a weboldalamra, hogy egy kicsit csúszik a mai közvetítés, ugye 8 óra helyett átkerült fél 10-re, közben jöttek dolgok még, meg munka is, úgyhogy egy picit ezért kellett, de hát úgy voltam vele, hogy szevasz Arni, szevasztok, sziasztok, szia Bea, üdvözöllek, szóval úgy voltam vele, hogy hát péntek este már csak-csak belefér az, hogy mondjuk az ember kicsit később kezdi, hiszen holnap gondolom azért nem megy az ember dolgozni, vagy hát tisztelet a kivételnek, most a legtöbb ember szerintem nem megy. Suli meg, hát az már amúgy sincsen mióta, nem tudom, már hetek óta, úgyhogy mindenki rohadjon meg, aki nem jár suliba, bármint én nem így vagyok csak rájuk. Na, szóval a lényeg az, hogy dolog volt, és még ezeket csúsztatni, de itt vagyok. És Plants vs. Zombies, nem vagyok benne biztos, hogy hát, na, de lehet, hogy vége lesz hamarosan, sőt lehet, hogy a mai adásban lesz vége a Plants vs. Zombies-nak, igyekszem majd ezt minél hamarabb vagy jobban teljesíteni. Nem tudom, mik vannak hátra azt a minigémek, de várjátok, nem minigém, hát a Zen Gardenben szomjaznak az izék, a virágok. De ez miért alszik? Alszik a izé. Ébredjél már föl, meg kéne locsolni. Ébredjél föl, köcsög? Nem ébredt föl. Na, mindegy, szóval, hát ő valamire alszik. Most kicsit Zen Gardenezünk, és aztán kérlek szépen most megint mindjárt szomjaznak, de miért alszik a gomba? Azt hogy tudom fölkelteni a gombát? Haló? Azt mondja, hogy Ígyatok vizet, Gabi fizet. Jaj, mindig én... Hát igen, a Survival az eléggé hosszú, tehát hogy de majd igyekszem. Hát ugye hagytam rá időt, nem vagyok azért annyira időhöz kötve. Ó, ennek izé kell táp. De én legalább most van lóvém, de szerintem ezek is most már lassan tápot kérnek, és adnak gyémántot, ez az! Kéri tápot, kéri, azaz. Gyémántot kérek, köszönöm szépen. Cik. És akkor ezeket el tudom adni, ugye? Tehát ezek már kifejlett növények. Ja, éjszaka, hát éjszakai növény, de hát, na, mindegy. Ja. De akkor ezeket el tudom adni, mert ez már kifejlett növény, ugye? Szerintem. Igen. Hát, adjad ide a lóvét. Blablabla. Ezt meg nem tudom eladni, mert ezzel, na mindegy. És akkor mit tudunk venni a shopban? Hát tudnék venni megint növényet. Ja, hogy ez lenne az éjszakai kert. Hát ebben azért nincs 30 ezeren, most gyűjtsek. De ezt nem értem, tehát... Igen. Na de hát itt sose lesz pénzem, mert igazából amennyit most én erre költök, hát minimálisahoz több... Nem, jó nem, mondjuk a 3 most hozott vissza egy-egy gyémántot, az önmagában 3000. Plusz ugye eladtam darabját 3000-ért, az ugye... Tehát az 4x3, 12000 izé, dollár. És nekem megkerült 7500-ba, tehát igazából mennyi? 4500 dollárt nyerek 3 növényen. Hát abból nem tudom nekem mikor lesz izé Zen Gardenem, vagy ilyen Gardenem. Tehát ezt így, jó, nyilván a játék is ad gyémántot, meg pénzt, meg lószar, de hogy de azért ennél valahogy egy kicsit így jobban kéne pörgetni az ipart. Nem? Tehát ezeket így nem tudom, ez meg csak a pénzt viszi el, tehát ezzel úgy nem érek semmit, tehát most nekem a lényeg az lenne, hogy jó, veszünk megint ilyen növényt, vegyünk már, gondolom növény kell ahhoz, hogy mert így most a pénzem az csak akkor gyarapodna, hogyha játszanék és kapnám a kis ezüst érmeket, de ezt most én ide rakom így. Mennyi oda? Úgy. Szóval most igazából igen. Tehát, hogy, nem értem, hogy lesz tele a kertem. Tehát, hogy mikor jön el az a pont, mert ugye most egy jó darabig, hogy én bemegyek a shopba, itt most sold out van, nem tudok venni többet. És gondolom ez akkor válik elérhetővé, amikor én már eladom ezt a 3 izét. Tehát most akkor így, ez így, meg mikor kell ez a hangszóró?
Tessék, most ő nem kér zenét. Bázzánk, mindegy. Nem értem. Na most te kérsz vizet, na ő is kér, kérje te is, így, így. Hát hogy már most itt egyszerre íze, vagy külön-külön öntözzem őket, hát mi vagyok én? Ábetyár mindenit. Na. Csak kérnek ezek is, na, vizet, te is vizet, Gabi, ó, bazeg, Gabi fizet. Hoppá. Tényleg? Játék közben ilyet kapok? Mikor? Melyik játék közben? Én nem láttam, nem találkoztam még ilyen vázával, de biztos. Hoppá, elfogyott a izé, termőföld. Vagy a táp. Na mindegy, jó. Oké. Minigame. Wack zombit megcsináltuk. Zombie nimble, zombie quick. Igen. Itt van delfin, bazzeg, az nem jó. Hát én azt mondanám, hogy... Ja, gomba onnan van. Ó, hoppá. Azt nem is tudtam. Akkor bocs. Akkor nem tudtam. Na, nap az ugye kell nekünk. Na, itt jön az, hogy itt jön majd 4 napon át? Vagy hogy van? De mindegy, hát úgyis csak akkor az első nap a lényeg, mert utána újra tudok pikkelni. Ugye volt medence, tehát medencébe biztos kell ilyen. Én azt mondom, hogy tegyünk ilyet. Ezt is basszuk rá. Legyen ilyen, ami lehúzza. Ja, hát meg dió, amit ugye át kell, hogy ugorjon ez a szemét. Szerintem kezdésnek ennyi elegendő. Hát majd dupla napot azt majd lerakunk. Most nem tudom, hogy ez egy izé... Ja, survivalben van 4 nap, de hát akkor ez... Ja... Akkor lehet, hogy... Várjál. Akkor... Hát akkor is kell ennyi nap. De így meg... Aha, így nincs. Aha. Mondjuk lehet, hogy leraknám ezt a fagenyót ide. Mert azért ez mégiscsak jobb, hogyha... Aha, lesz 2 sor ilyen. Jó, oké. Mindegy. Én ebben hiszek, most ez lesz a nyerő. Ez a nyerő taktika. Ja, hogy ez ilyen gyorsan megy, bazd meg. Ja, hogy ez... Hop, adjál már napot, bazzeg, adjál napot, köcsök. Ja, hogy ez ilyen gyorsan megy, értem. De akkor azok ilyen rohadt gyorsan fognak rohanni. Az a probléma. Hát akkor várj, hacsi. Ide is rakunk egy ilyet, jó. Oké. Még ez jó, még gyorsan véget ér majd a játék. Oké. Ajaj, hát ezt most elbasztam. Ott ezt most elkúrtam, jó. Hát kell mindenhova ilyen szarság. Whoa.
Én nem bírom én ezt követni, bazeg. Jajajajajajajaj, picsába! Jó, mondjuk azon át fog menni a... Hát mindegy. Jó, hogy még lesz izé fűnyírós, a kurva életbe. Ajaj, ez így nagyon nem jó. Baszki. Bassza meg! Ez így nem jó. Hát de ezt a gyerekek is nagyon benéztem. Valahogy fel kéne őket tartóztatni. De mi az anyámmal? Hát biztosan ilyen izé dió kell, bakker. Tehát kell valami, ami megakadályozza őket. Hát ki, igen, jó, hát mert nem volt idő, mert annyi helyen bejöttek. Legyen a kis dió, nagy dió. Meg a hínár. Oké, okay, most ezzel egy jól állunk talán, oda egy nagy volnátot rakunk le, és lecserélgetjük majd ide azért rakjunk egy kicsit. Ezt muszáj lesz átugrani, na, ezt most talán most jobban állunk. Nem tudom elkiabálni, de... Hú, mák volt, oké. Okay. Ajajajajaj. Jujj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 
olyan lövőt, olyat, úgy.
Tarts ki! Baszki. Hát de azt most érted, de nem tudok, tehát te bazd meg, hát de megeszi. Ez kibaszott gyors nekem, hát most ezzel nem tudok mit csinálni, faszom. Most jó, azon is át fog menni. Hát és ez még csak a második hullám, hát bal, hát ezt nem lehet gyerekek megcsinálni. Persze. Hát ez remek. A büdös csába már. Na jó. Hát ezt nem tud, ezt nem lehet megállítani. Tehát ezt hogy? Hoppá, mit nyomta meg? De ez így, bazd meg, ez mi? Nem tudok mit csinálni, komolyan nem tudok mit csinálni, tehát ezt nem lehet követni. Tehát aki gyerekek, aki ezt megcsinálja, azért emelem a kalapom, egyszerűen ezt így nem lehet. Nem tudsz ennyi felé koncentrálni. Hát, meg nem gyártodik le olyan gyorsan a izé, dió? Hát mi az anyámmal fogod lesebezni? Tehát, hogy így what? Pultokat. És ott van 100. Milyen pultokat? Mi az, hogy pultokat? Mi az, hogy milyen pultot használjak? Pult. És ott van 100 naposak. Mi? Lemaradtam valamiről? Vagy mi a... Mi? Nem tudom. Pult. Ja, katapult? Ja, hogy azzal kéne. Hát, egyébként én még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy nem ilyen formában kéne őket kinyírni. Jó, vegyük a katapultokat, de én még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy ezekkel kéne operálni. Mert ezek ugye azonnali robbanást idő. De nem, ez nem jó, mert így a... Ezt a lehúzó szörnyet, ezt be kéne tenni. De mondjuk, hogy a katapultot beteszek... De ez a lehúzó szörny is jó lenne pedig. De ezt melyiknek a helyére tegyem? De ilyen kéne. És ez meg jó lenne, mert ez meg azonnal ízéd, robbanást idéz elő. Tehát és amíg mondjuk egyet felhasználok, addig a másik újra termelődik. Tehát ez még nem lenne hülyeség. Én esetleg a káposztát venném ki, mert a kukorica az ugyanannyit sebez. Viszont ugye néha buttert is rak, és akkor utána, tehát amíg ugye lelassítja őt a vaj, addig viszont a káposzta az meg ugye ugyanannyit sebez, mint egy kukorica. Vagy ezt a tököt vesszük ki, és a lehúzót. Hát, hogy próbáljuk meg lehúzó nélkül most.
Melyik kezdjük kukoricával. Jó, ez nem elegendő, tehát ide kell káposzta is. Nem oda akartam, bassza meg, mindegy. Hát lehet, hogy így hatékonyak leszünk. Gyerekek, azt mondom, hogy lehet, hogy így hatékonyak vagyunk. Ne már, ne érd már meg! Ó, bassza meg! A pitlibe! Jó, hú, bassza meg, ezt benéztem. Jaj,
De sokan vagytok, baszki! Nem baj, azokat most ott kezeljük. Ez a negyedik wave. Jó, ez akkor meg lesz. Yes! Ez az! Hú, bazeg. Szevasz, Danike. Na, mi ez, izé? Ilyen néven, nem? Dövbékör, börskör, izé? Hú, baker. Nem tudom találni. Nem, a vajas, hát a vaj az önmagában nem tudom, hogy a sebezede az megállítja, illetve hát a kukorica szerintem azt hiszem ugyanannyit sebez, mint a káposzta cucc. Tehát én azért dobtam be ezt a kukoricás cuccat inkább, mert ugye ez részben sebez is, és néha lő ugye ízét, és ugye ha lerakok mondjuk hármat, akkor nagyobb eséllyel lő, tehát akkor több vajas cuccot fog kilőni, magyarul nagy eséllyel az egyik lövése valamelyiknek a három közül, az egy sorban lévő három közül, az egy vajas cucc lesz, tehát mindig meg lesz állítva, és közben a többi pedig lövi a kis ízét. És amikor az a vajas cucc elolvadt, akkor lehet, hogy épp a soron következő kukorica fog majd egy vajas cuccot kilőni, tehát folyamatosan így meg lesz állítva, és elég sokáig meg van állítva. Én ugye ott basztam el, de nem tudhattam előre, hogy én megpróbáltam két sor ízét építeni, de látjátok, hogy 800 napon van, tehát esélytelen, hogy elköltsek annyi pénzt, én meg két sor napot akartam építeni, holott arra kellett törekedni, hogy az elején legyen meg a stabil védelem, gyorsan, viszonylag gyorsan két sort ki tudtam építeni, és látjátok, hogy egészen faszán. És amit elfelejtettem, az most jutott eszembe, hogy igazából nem kellett volna ide lerakni a diót, mert így egyből elkezdik zabálni. Ide sem feltétlenül egyből, bár lehetett volna, én inkább valahova ide vagy ide. Hát ez azért jó, mert mondjuk ez oké, hogy átugorja, de addig, amíg ez átugorja, addig azért lelassítják és nagyon sokat sebeznek belőle. Tehát még ha át is ugorja, utána meghal. Vagy ha Max ezt megeszi, akkor újraépítem az egy darab kukoricát, és le van tojva. A kukorica nem gyengébb szerintem. De mindjárt megnézzük. Szerintem nem gyengébb. Pillanat. Jaj, elment a chat, ne menj el. Szóval megnézem, hogy... Igen, a kukorica gyengébe. Ki unlockolt a minigémet. Remek. Hol van? Nem a shoppat akartam, hanem... Almanac. Damage light, kennel, normál butter. Ja. Jó. Oké, akkor vegyesen kell ilyet rakni, igaz. De mondjuk a kis kukorica is sebez. De mindegy, az a lényeg, hogy sokkal jobb volt, tehát többet ér azt, hogy lelassították, mert ugye gyorsan jöttek ezek a szarok, és azért relatíve így sokkal több vaj is került kilövésre, tehát sokkal jobban le voltak lassítva. Na mindegy, szóval szerintem ez így, na végre így a harmadik vagy negyedik nekifutása az így csak sikerült. Hát ez azért komoly volt, tehát hogy last stand. Ez mi az anyám? Jézusom! Azt a rohadt... Thank you.
pillanat. Csak egy üzenet. Hát figyelj, én amúgy azt mondanám erre, hogy 5000 napból lerakok ennyi ízét. Így bakker. Vagy hát, várjál. Hát számoljuk ki ez. Ez puszta matek. Lehet, hogy még nagyon nap se kell. Ja, napot nem lehet. Ja, ó, bazzeg. Hát ez figyelj, hát akkor ez egy egyszerű matematika. Víz volt, volt víz. Hogy legyen? Rakunk egy sor ilyen nagy cuccot, ugye van mennyi? 4-4-6 sor. Az 606 szor 25. 150, az 750. Egy sor ilyen. Plusz még ugye 50, az 800-ba kerül, hogy én a vízre egy sor ilyen, a vízzel beleértve egy sor ilyen szart így lerakok. Az 800. Én raknék le ugye ebből egy sor, az 1200, az pont 2000. Ebből 6x 250 az 1500. Az 3500. És 6x 175 az... Hát elvileg az belefér, nem? Én a repeatert mondanám. Meg ezzel a tüzes szarral. Tehát azt mondom, hogy kell egy ilyen, a repeater, ez kell, meg ez kell. És más nem is fér bele. Nézzük csak meg. De most mi van? Miért nem lehet rokkolni? Ja, most... Jó, van, bazd meg, akkor kitöltöm, mi legyen, akkor ez a bez. Hát egy tüskét nem tudok úgyse letenni, de mindegy, legyen tüske. Nem fog beleférni, hát már nem fér bele a büdzsébe. De mindegy, legyen tüske is, legyen ez a lehúzószar, oké. Tehát én azt mondom... Ja, de napot várjál, fogok kapni azért. Ja, hülye vagyok, hát ezt elfelejtettem. Tehát napot kapok. Jó, próbáljuk ki, hogyha ezeket még ide rakom. Ja, és ezzel lehet elindítani. Aha. És meddig kéne várni vele mondjuk? Tehát hova rakjam a nagy diót? Ide nem akarom tenni, mert ugye hamar elkezdi zabálni, de ha meg ide rakom, végül is az jó nekem, nem? Az jó nekem, mert az izé nem tud átugratni, és addig ez meg lövi. Szevasz, André Ferreira! Hi, Brazil! Ja, nem kapok napot? Ja, akkor nem kapok napot. Hát figyú, akkor én igazából a diót azt ide raknám le, mert egészen addig, amíg ők elérnek ide, addig ezek szanaszét lövik. Hát szerintem ez a legerősebb, nem? Így. Hát igen, mégis tüskét azt rakhatok. Oda nem fog jutni már semmi. Hát esetleg, hogyha ezt átugraná valaki, akkor... Ez.
Na nézzük. Mi van? English please or Hungarian? Tehát, hogy ha valamelyiket nem, tehát hiába írsz nekem brazilul. No Brazilian. Ez egy magyar csatorna, tudod? Haver srác. Na igen, most ez a rohanós, de hát az is meg fog halni, tehát igazából, tehát így az el se jutnak addig. Meghal. És akkor most igazából ezzel kell túlélnem mind az ötöt, vagy mindig kapok majd valamennyi napot, hogy upgrade-eljek? Nem tudom. De kapok napokat! Yes! Na, lerakunk egy ilyet. Hát sokat nem kaptunk. Hát igazából én most többet nem is nagyon tennék le. Maximum még... Hát maximum... De nem költeném el erre feltétlenül. Ki írt már megint, ne? Hát igazából én még ezeket pakolgatnám le, tehát én most ebből raknék még sorokat. A vízre kéne még valami védelmet, de hát mit? Mondjuk kapok, mennyi napot kaptam? Elköltöttem egy ilyet, az 250, és mennyi volt? 50, tehát 200 napot kaptam. Az azt jelenti, hogy ha most én lerakok ide... Mert a vízet igazából nehéz bevédeni, talán azt a legnehezebb, mert ugye ez sebez. Most ide még ilyen 25-25... Mondjuk az igaz. Nem, én még arra gondoltam, hogy a vizet azért védeném be, és lehet, hogy kár volt ezt a szart megvennem, hogy ide még most leraknék egy izét, kapok még majd 200-at, abból egy 200-as repeater tudok venni. Nem, arra már nem raknék ilyen ágyút. És a következő körből raknék megint, és aztán max a diót upgrade-elném. De mindegy, ezt majd meglátjuk, hogy mennyire veszélyesek. Nem lehet eladni, gondolom nem. Tehát két sorozatától ez az ugráló, ez meg is halt. Tehát ez brutál. Ez jobban bírja ezzel az izével. Ez a szarral. Jó, még majd jön a... Ugye a... amerikai focis... Hát az talán mondjuk nehezebb lesz, úgyhogy lehet, hogy majd, mindegy, majd meglátjuk. Aha, ott jön az amerikai bocista. De hát mondjuk ez föltartja őt egészen sokáig. Nem sokat evett. Hát alig evett belőle. Successfully. Ja, napokat vegyük föl. 400.
az meg. Nem érted, hogy izé? No Spanish or no Brazilian? Nem? You don't understand? Idióta. Hungarian. Magyar. Magyarul. Ezt tudjátok, hogy általában, hogyha valaki nem ért, tehát nem beszél külföldi semmilyen nyelvet, mármint, hogy magyar ember, és hogyha mondjuk egy külföldi valamit kérdez tőle, akkor ugye ilyenkor szokás szokott lenni, hogy elkezd hangosabban beszélni. De magyarul ugyanúgy, hogy jobbra! Tehát nyilván meg fogja érteni az ember, hogy merre kell mennie, merre kell kanyarodni a sarok után. Na most én azon gondolkodom, hogy 400-ból például tudnék venni ilyen csodálatos kis tüskéket. Vagy a vizet kéne megerősítenem. Vagy azt mondod adni, hogy ne csináljak semmit. Hát szerintem a második... Tehát mire esetleg valamelyik sérül, addigra szerintem, addigra összegyűlik megint annyi pénz, nem? Én nem repeatert raknék, hanem ezt raknám le, mert ez nagyon sokat sebez. Csak a vizet viszont nem lehet bevédeni, az a probléma. Úgyhogy lehet, hogy a vízre kéne repeatert. Jó, rakjunk a vízre repeatert. Majd a következő körben. Igen, kell volt ezt 50-ért megvenni, mert most lenne 50-nél több pénzem, és ide két repeater az így befért volna. Na mi ez, Danikám, fölvettél izé? Ezt szerintem se lehet elbukni. Igen, hogy ebben az esetben ez gá... Hát nem, mert az annyira nem zabálja. Igen, hogyha egy ilyen megy elől, az mondjuk azért gáz, mert ez sokáig ugye védi a gyorsan futó izét. Kicsába, na mindegy. Ja, persze, persze, hogyne. Nagyobb vagy, nagyobb tírpák vagy. Jó van, edd meg izé. Jaj, már egy itt van. A kurva életbe. Hoppá. Ez át tud mászni. Húhú, hújúj. És az a baj, hogy ez nem fog eltűnni, ugye? Vagy ez eltűnik idővel? Nem. Mert ez csak akkor tűnne el a létre, nem hogyha... Hogyha lenne ilyen gombám, ami beszívja. De ugye nincs. Na ide mindenképpen akarok egy repeatert. És én azt gondolom, hogy most ide, mivel itt van már egy ilyen létre, ezt meg kéne erősítenem legalább még két ilyen cuccal, hogyha, tehát hogy ne érjenek el addig a... Mert átmásznak. Vagy rakjunk ki csak egyet-egyet, és... Hát bízunk abban, hogy nem másznak át. Nem fognak addig eljutni, tehát nem, most még kapok megint 200 dollárt, abból veszek még ide két tüskét, és ez a négy tüske, szerintem az bőven el fogja intézni, mert ez a két tüske soronként az így.
Hát az első, épp hogy, és ő fut ráadásul, tehát ez így kurva jó lesz. Úgyhogy létrás embereket, tehát jó, most jön egy huge wave of zombie. Zombies. Zsír. Ja, hogy ötöt kell, igen. Micsoda? Persze, hogy na, igen, azt már azért, azt már cikif, azt már nem vállalom föl. Na szóval 250 pénzem van, én azt mondom, hogy ebből erre költünk. Ez így fasza lesz. Ez azért jó, mert igazából hiába van elől most, előre tolva ugye egy, akinek van pajzsa, és ugye ezáltal ha jön egy ilyen baseballos vagy amerikai focista, ugye akkor az nem fog egészen addig sebződni, amíg vagy meg nem öli az előtte lévő pajzsosat. De így viszont eleve a pajzsos is végigmegy a izéken, és ugye ők lassan sétálnak, tehát ők sokkal hamarabb meg fognak halni. És így mindenki kapja ráadásul. Tehát ebben én azt szeretem ebben a tüskében, hogy itt nincs az, hogy mindig a legelső kapja a lövést, meg a sebzést, hanem aki átmegy rajta. Tehát egyszerre mindegyik szépen kapja a tüskéket. És nézd meg, de alig van kezük, tehát így... De alig van kezük, tehát így nincs már kezük. Ennyi. Itt van az ajtós ember, nézd meg, alig bír átmenni rajta, és már kész annyi is. Na lehet, hogy ez lesz a gáz. Fú, bassza meg. Az gáz. Ez gáz. Ez gáz. Az utolsó zombi fog megbaszni. Azt a... Hát szerintem egy harapáson múlt a dolog. Tehát, hogy... Egy harapás is kész. És ott bemegy, és nincsen fűnyíró, hogy mi a tököm. Hú, azt a rohadt. És azt mondja Arni, hogy jó, hát ez könnyen megvan, az easy, ez izé. Nem hinném, hogy el tudnád bukni. Oké. Én se hittem, de majdnem elbuktam. Pedig hát nem volt más taktika, tehát hogy ezeket kellett fölrakni. Igen, esetleg annyi lett volna ugye megoldás még, bennem akkor meg átjut több. Hát két sor dió. És akkor nem kellett volna nagyon izékre, de annyi pénzem meg nem volt. Vagy egy kisebb, igen, tehát talán az lett volna a megoldás, a matek. A megoldás az lett volna, hogy a nagy sor dió elé berakok egy... Hát vagy mögé. Nem. De nem az, hogy nem jó. De azért lett volna jó, mert nem, mert akkor kis diót megeszi. Hátrébb kellett volna az egészet egyáltalán, mert azt hittem, hogy le fogok tenni két sor izét, de végülis nem raktam le, csak ugye a vízre. Hogyha egy sorra hátrébb raktam volna mindent, ugye így még tovább tudtak volna jönni. És akkor a nagy dió elébe tudok tenni egy kis diót. Tehát amikor jön a létrás ember, akkor ő a kis dióra teszi le, de egyrészt addig ő sebződik, stb.
és utána hiába jönnek ugye át a többiek a létrán a kis Dion túl, eleve a kis Dió akkor nem fog sérülni, akkor ott vannak megint a nagy Dióval szemben, és akkor a nagy Dió az föl... Így számoltad ki. Aló, fütyöt, persze. Nem mondod, hogy ezt így tudtad, hogy ez lesz a vége, hogy, mert erre csak egyféle megoldás van, és húzom, botani kettő. Ja igen, volt már ilyen. Na nézzük. Nézzük. Hú, ugye ezek lőnek, bazzeg. Igen. Íban meg. Ez mi a fasz tudok csinálni? Hű, na várjál. Azt a kurva. Ezzel mit csináljak? Hát szerintem amit tudok ezekkel csinálni, az ez a tüske. Tehát itt a tüskére mondanám, hogy... Hát nap az kell. Mivel van víz, ezért kell ez a vizes szar is. Ezt mindenképpen ezzel, tehát vagy ilyen robbantóssal, vagy ilyen tökkel lehet kinyírni. Én tüskét ra... Sima repeatereket raktál, háromszor kijött, tüzes meg nagy dió. Aha. Ja, hogy... Ja, de hát annyira nem kerül többbe a... Ja, mert meg kell venni a repeatert is, igaz. De hát akkor csak 200 annyi repeater jön ki, mert repeater 200, a másik meg 250, vagy mennyi a... Ha arra rárakod ezt a 4-es shootert. Tehát akkor is csak két sort tudsz lerakni. Jó, hogy a sima 3, a sima, ami egyet lő. Nem, ez a P-shooter. Hát én ide ezt a lassítósat tenném amúgy szívem szerint, mert szerintem ezeket meg kell most valahogy fékezni. Igen, igen, ez eléggé fura, hogy valami halucinálunk. Hogy van az álmanakban a cucc? Ez sebez is kúra sokat, Richard? Ja nem. Jó, ilyen nem kell akkor. Tehát elég ezt lerakni, mert ez ugyanúgy fogja sebezni, mint ez. Ez csak azért van, hogy ne dögölje meg, hogyha rámegy a kocsi. Értem. Milyen körbelövő gomba az mire is jó? Körbelövő gomba? Hát azt nem tudom. Ja igen, nézd meg az almanakot. Ez milyen fasz tud? Gloom shrooms release heavy fumes in an earl. Igen, de ezt nem értem, mert nem lőttek szinte. Hát ezt biztos, hogy nem most fogom lerakni. És az a kérdés, dinnyét? De dinnyét nem tudok tenni. Be lehet, hogy le tudom cserélni dinnyére előbb-utóbb. Próbáljuk meg a dinnyét még, nem? Hát igen, ez nem tudom, ez milyen szar. Vagy... De ugye ez nem kezdi zabálni. Mert ezek nem kezdik el enni, hanem ezek csak lőnek és mennek. Én berakom a dinnyét. Nézzük meg, hogy mi lesz. Nem tudom, mi lesz, de... Thank you.
Hajajajajaj. Jó. De az a baj, hogy aj, a picsába, ez így nem lesz jó. Ezeket meg kéne védeni. Nem, ez így nem lesz jó. Meg kell védeni, mert addig a tüskés izék szerintem elegek. Sőt, elégnek kell legyen, mert ugye ezek ugye nem... Csak ugye le kéne tenni diót, hogy megvédjük a... Tehát, hogy a napot tudjuk termelni. És mondjuk akkor már igazából pisutért is rakhatnék. 200 ér, bár az meg nem jó. Mi ez? Ja nem, azt mondjam. Jönnek majd a vízen, és itt van az úszógum is. Ez nem árt, ha van. Jó, az lesz. Hát csak úgy nem termelődik olyan sok nap, de mindegy, az lesz. Megmaradjon a lénye? Szevasz, impassibű! Micsoda impassibű? Ja, nem volt semmi. Nem tudom, a nap... Hát a napot szerintem hamar kinyírják amúgy, hogyha ez... Most azon gondolkodom, hogy vegyek-e még ilyen nagyot, mert ezzel igazából meg tudom védeni, meg tudom upgrade-elni. Tehát, hogy az nem lesz gond. Vegyek-e dinnyét? Dinnyét igazából azért vennék, mert esetleg azt lehet tudom csinálni, a kukorica az megállítja majd őket. Jó. Lehet, hogy megint rosszul gondolkodtam, de majd kiderül. Most így... Akkor ide rakjuk a káposztát. De akkor ezt már viszont meg kell védeni, és ezt ilyennel fogjuk megvédeni a kurva életbe. Jó. Kéne még bazd meg nap. Hát ezt lehet, hogy elbasztam, nem így kellett volna, mindegy. Gyerünk gyorsan, termeld? Jó. Most van gebasz, mert... Hát őt mondjuk meg tudjuk állítani. Thank you.
Baszki, ne, no. Jó, nagyjából most, most jól állunk. Elkezdi zabálni. Ki tudtam, hogy ez lesz. Azért ezt nem kellett volna. Nem kellett volna darakni. Picsába! Itt nem fogunk nagyon jól állni. Hát ez így, ugye nekik ez szopó. Ez konkrétan, ez így nem lesz jó. Thank you.
Ú, bazd meg, hát ez nagyon nem jó. Az a baj, hogy ezzel nem tudok mit csinálni. Ezt elbasztam megint. Ez nem jó. Ez így nem jó. Az volt, hogy szerintem kellenek ezek a megsemmisítő izék is. Én most erre szavaznék, hogy ezt rakom le. Nem ezeket a szórókat. Én most inkább lassítanám őket, ha lehet. Vagy jobb a tüzes. Mert ugye ez már egyből sebez is, meg lassítja is. Hát igen, mondjuk lehet, hogy egy csillag ebből a szempontból. De mondjuk... Tüske meg csillag? Én meg azt mondanám, hogy egy ilyen fagyasztó. Csillag. Tüske. De mondjuk kijön még ez a kis píshúter is. Ja, de nem, kell ez is. Hogy megvédjük a izét. Lassító gyengébbet sebez? Tehát megduplázza a damage-et. Tehát hogyha nekem van egy ilyenem... Akkor ennek a... Tehát olyan, mintha leraknék kettő ilyet. Az kivált egy ilyet. Viszont ha lerakok egy ilyet és egy ilyet, az ugyanúgy két damage. Viszont le fog lassulni a zombit, tehát még több időt nyerek vele. Oké, hogy összességében drágábban jön ki... Nem jön ki drágábban, mert nem jön ki drágábban. Tehát ha úgy vesszük, a fagyasztó és ennek a kombója, ez jobban megéri, ha kiszámoljátok. Mert sebzésben a kettő ugyanannyi, mint hogyha lerakok egy ilyet és egy ilyet. És árban is, mert az 2.75. Viszont, mert akkor ugye ez megduplázza ennek a sebzését. Most hát olyan, mint hogyha két ilyen píshútert raktam volna le. De a két píshúter megvan itt is, mert ez is egy normált sebez, viszont le is lassítja. Hát de lesz píshúterem, mert berakom a... Berakom ide. Ja, Hát, esetleg akkor az izét. Ezt kiveszem. Ja, ú, bazdmeg, repik. Ú, tényleg waterplants. Bazd meg, nincs... Oh, fuck. Próbáljuk meg enélkül. De lehet, hogy ez a tüske nem kellene. Na mindegy, mindjárt meglátjuk. Thank you.
Jó, ezt meg elintézzük ezzel. Nem kellett volna ezzel picsába. Oké. Na ezért nem kellett volna. Bassza meg! Baszkodj meg! Jó. Gyerünk! Adja már egy napot, bazzeg! Jó. Jó, most már lassan csillagokat kéne raknom, csak pazd meg, mindig nem tudok. Gyerünk már, dobjad még egy izét, jó?
Nem mondod, hogy csak a... Bazd meg! Nem ölte meg a picsába. Gyere, tedd le. Jó. Bazd meg, mennyi jön még? Kurva sok. Hát ez így nem lesz jó. De nem lesz jó. Én a... Mi most még azon is gondolkodtam, hogy... Mi lenne akkor, hogyha meg kéne etetni egy ilyen, mondjuk egy jégsrúmot egy ilyen babbal? Pisuteri Peter. Tűz. Jó. Hát menjünk akkor nagyon egyszerűbe, tehát hogy akkor szerintem ezt kéne tolni, gondolom még, és hát még a vízre akkor ugyanez. És akkor így vagyunk meg. Tehát nap kell, píshúter kell.
védekezni kell, tehát hogy, hogy ne, ne, ne tudjanak egyből ezért. Hát, vagy végig tüskesen lenne, igen, rossz. Aj, baszkó. De meg kéne, meg kell védeni, bazd meg, a napot. Tehát az a, az a legelső, hogy a napot megvéd, csak az a baj, hogy... Jó, próbáljuk meg a tüskét még ehelyett, és akkor ez a tüzet, ez megduplázza majd. Jó, nézzük a tüskét. És ezek meg föltartják, és a... Jó. Na nézzük. Nézzük így. És mi lenne akkor, hogyha a napokat ezt egy sorba raknám le, de nem, mert hogyha akkor jön egy izé, akkor vége van a... Vége van a napjaimnak. Nyilván. Nem jó, hogyha bebaszom a napokat egy sorban, mert hogyha jön a robbantós, akkor, akkor napjaimnak egy, egy szempillantás alatt izé vége. Nézzük így. Nem hiszem el, bazd meg, nézd meg. Kell még a nap, nem? Tehát ide egy sor nap, az mindenképpen bazen nagyon kell. Különben nem tudok venni semmit. Na, most elvég akkor be tudnénk már ruházni izébe. Be kéne ruházni. Tűzbe. Most mindjárt meglátjuk, hogy hol jön a tűz. Vagy hol jön valami, valami baszó. Na például az repeatert lő. Jó. Annak annyi. Ja, nem sebződött le a picsába. Basszus kulcs.
Jó, eddig nem állunk szarul. Sőt, eddig kifejezetten jól állunk, szerintem, gyerünk, toljad a napot. Ez az. Zsír. Jó, hát kicsit meg vannak gyengülve az izéim a dióin, de azért sokkal jobban állok, mint az előző körben ilyenkor, mert már ilyen nagyon, nagyon hiányos voltam. Jó, kezdjük el ide így plántálni, hogy tartsuk föl őket, így. Hoppá, jaj, tényleg kaptam izét. Nagyon jó. Ó, baszki. Jó, hát mindegy, akkor rakunk egy ilyen nagyot ide. Basszus, no. Jó. Gyerekek, nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy beválik ez a taktika. Ez volt az utolsó huge wave, gyerekek, megvan! Jaj! Szevasz, Árpika! Mizújság! Na, szétcsaptam a szájukat, igaz, hogy vagy 8-szor próbáltam meg ezt a pályát, de csak sikerült. És
Sőt, most már arra is van lóvém, hogy... Hát, ne szarozzunk. Yes! Ez az! Mi a helyzet? Fú, 19.500, ez a gyűlik a pénz, a kis Zsozsetta, oké. Okay. Na jó, ne csak minigame-mel játszunk, mert ez most már egy picit áttérünk a Survivor-re, mert a Survivor azért annyira nem, az se volt egyszerű. Survival fog, az még jobb lesz, imádom. Tehát vannak ugye, van itt mindenféle zombi. Hát egyszerű zombik mondjuk, de igen. És ugye ez 4 körön keresztül jön. Tehát, kell nekünk vízi, meg kis víziputtyogtató. Igen. Ilyen is kell. Én azt gondolom, hogy egy ilyen is belefér majd. Hát ezt a szart, ezt nem fogom... Cseresznyét, mi? Nagyon jó volt, igen. Tényleg jó volt a taktika, igen. Igen. Kérdés, hogy kell nekem ez a ködös dolog. Vagy ez a köd eltávolító. Hát igazából 25-ért nem baj, hogyha van. Legyen. Kérdés, hogy mennyire jön be a köd. Nem vészes. Hát, jó, azok is jók, de most azokat nem fogom itt szerintem használni, mert nekem az nem kell. Tudom, hogy melyik mit csinál, köszönöm szépen, tudom, hogy a paprika az egy sorba a cseresznye, meg egy ilyen öreában. Igen, tudom. De köszönöm szépen. Rakjunk ide is, hát végül is nem probléma, hogyha van. Toljuk előre a védelmünket. Picsába kéne ilyen, bassza meg. Jó. Ajaj. Ajaj.
Jó, kell az a fröcsögő, igen, az a nagy darab, ez a lila, ez nagyon jó, csak nem tudom, hogy az, ami sok irányba tud lőni, annak amúgy mi, az is, mi, nincs semmi értelme. Hajaj, ügy, tessék meghalni. Zsír, jó. 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 Na, hát napa szerintem most már nem kell nekem, mármint ilyen, amit termeli, mert egyelőre nem veszélyes rám. Na, a búvár az nem tudom, hogy hogy megy, hogy ez búvárkodik. Tehát ahhoz kéne egy ilyen lehúzó. Ja, értem. Hát de hozzád is, Jézusom, ne így tudoroljatok egymásnak, srácok. Szóval, nap az nem kell. Ez a kis pici figyfasz, ez mindig jól jön, meg jól jön a... Hát a liliped is jól jön. Ezt a nagyot, ezt szeressük, ez jó. Ez is kell majd szerintem. Próbáljuk ki ezt a shroomot, de ez nem tudom, hogy ez mi a tökömre lesz jó. Ezt majd a végén max, hogyha nagyon sok pénzem lesz már, és nem tudom mire költeni, akkor ez szerintem még jó, mert ez most a fagyasztás az nem árt, hogyha jön. És... Ez ilyen még nem kell, meg ez a védek, ez a védelem se kell még szerintem feltétlenül. De legyen ez a védelem, és akkor le tudjuk tenni azokat a szarokat oda. The zombies are coming. Tehát 25-150 kell, hogy le tudjak tenni egy olyat. Na, felszedünk egy ilyet, leteszünk egy ilyet, és így. És ezt még felszedjük, és ide rakunk egyet így. És ez szétbassza őket. Igen, ezt nem kellett volna letennem most, szerintem, mindegy. De várjál, mondjuk ezeknek a helyére ugyanúgy tudok tenni ilyen lilipadot, és ilyen nagyot. Azt mondom, ez jól fog jönni. És most legalább így rábasznak.
Ja, értem, aha. Oké, és... Oké. Hát ez nem sok. Mindegy, hát végig is az lesz, mert hát ha már most sok pénzem lesz. Hát maradjunk a kis ingyenes... Na jó, merre, nem. De legyen ingyenes, legyen ez a szar. Legyen ez, ez is kell. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi is most már belefér. Lesz egy ilyen mágneses szar. Mert ugye ez a vizen, az a baj, hogy jön ez a búvárkund, és ez csak akkor jön föl, amikor zabálni kell, és hogy ez gyorsan megzabálja. Lehet akár tüskét is, igaz. Jó, és én még ezt a fagyasztót, ez ilyen, mert ez akkor így mindenkit lefagyaszt, és szerintem most ez így... Ez így oké. Vagy nem, ez a kicsi nem kell, próbáljuk meg ezt. Hát, ha rá tudunk pakolni most már, meglátjuk. Zsír. Na, szerintem olyan sok minden már nem kell. Ja, még lesz még egy nap? Igen. Három flag completed. Igen. Az, hogy... Hú, bazd meg, én a létrás ember.
Jó. Azt mondja, hogy akkor kell nekünk... A dió létrás ellen nem jó. Hát pont, hogy nem jó a dió létrás ellen. Árpi, ne mondjál már hülyeséget, mert lerakja a létráját, és átmászik a dión. Ez a lényege a létrásnak. Átmászik a nagy dión is. De ha nem hiszed el, akkor megmutatom neked, hogy ott a létrás ember. Weakness Fume Shroom, Magnet Shroom. Ennyi. Tehát nem, a nagy dión is átmászik. Na várjál, jó. Tehát az, hogy nagy diót nem tudok vásárolni, csak úgy. Jó, tegyük, továbbra is maradjunk annál a taktikánál, hogy rakjuk ezt. Ezt, most már kicsi nem kell szerintem. Én ezt beraknám, hogy ez... Jó. Kis dió, nagy dió. Na nézzük így. Szerintem ez így... Nem tudtam izét tenni ilyen spike-ot, pedig spike az kéne. Próbáljuk meg. Igen, kevés a slotom, basszus kulcs. Nem baj. Jó, sima liba. Megvan oldva. És akkor azt hiszem ez az utolsó pálya. Hát igen, Hínár lehet, hogy köllene.
Azért nem jó a hínár, mert igazából a hínár izék ellen nem kell, akik úszógumival jönnek. Tehát a hínárt azt igazából a... Azt nem tudom, hova kéne tenni. Na mindegy. Jó. Bazzik, itt már jön a föld alatt ízé... Faszopó is. És viszont akkor így most a föld alattihoz meg kell majd ez a cucc. Föld alatti cucc. Weakness. Magnet shroom és split pea. Aha. Aha. Kell magnet shroom. Az a helyzet, hogy magnet shroommal az, több, most kell majd ilyet leraknom, csak ki kell találnom, hogy hova. És szerintem kell kis dió, nagy dió is. Egy ilyen. Meg én ezt a fagyasztót továbbra is beraknám, hogyha nagy vész esetén izé meg kell állítani a támadást. Mert ugye ez még mindig jó, bár mondjuk... Ha megeszik, akkor ez kell. Ezeket lebaszom a izékre. De kiszedi, azért vettem magnetót meg ezt a izét. Viszont ezek is kellenek a védelemhez, tehát igazából itt most már inkább a védekezés meg a... Mert ezek elintézik, ezek a cuccok. Vagy... Ezt rakom be a izék ellen. Mit szortok hozzá? A cuccok ellen. Eddig jól állunk az ilyen mágneses cuccokkal. Na nézzük, hogyha jön majd az a szar. Hát készüljünk föl rá. Csak ez lassan töltődik újra az a baj. Na mindegy, rakjuk ide, meg még mondjuk max ide rakok még. Ja, ennyi volt. Hát se mászott a izé. Hát de nem is... Baszik mögém se került a izé. Nem tudott a föld alatti vakond, vagy mi a izé, vakond zombi. Hát ez... Baszik, micsoda? Miért puszíjuk, hogy mi van? Fúrgatni, hogy is puszíjuk. Ez most hogy jött ide?
Nem tudom, de mindegy. Na jó, még egy izét, úristen Jézusom, mennyi az idő. Jó, még egy minigame, vagy mi ez, még egy survival, egy roof. Hát akkor nem ma fejezem be izét a Plants vs. Zombies, az biztos. De mindegy, hát belefér, hát ugye a hétvége jön, ugye remélem, hogy ti is ráértek. Hát jó, hát itt ugye, itt elég egyértelmű, mondjuk nem láttam, hogy vannak-e izéim. Legyen ilyen. Ez kell, de ebben a sorrendben. Píshooter nem nagyon kell. Dinnyét próbáljunk lerakni. Hát szerintem egyelőre ennyi elég is, tehát mindegy, tegyünk diót. Dió, magyaró, minden nap... Tök mindegy, napot. The zombies are coming. Jó. Egy sor napot fogunk építeni. És majd duplázzuk igény esetén. Ja, csak úgy ezt nekem is. Brühühühü! Timike! Persze, hogy nem ott jön, basszam. Tudom, várjon meg. IBM. Na jó, hát kezdjünk akkor venni ízéket, ilyen sor cserepet, mert addig ezek így el vannak. Sőt, igazából kezdjünk el virágot növelni, esetleg a virágnak a méretét. A kurva élet. Erről nem volt szó, srácok. Nem volt erről szó, jó. Picsájában, nem baj, lerakunk egyet ide, így. Jó.
Na, dupla nap kell... jön majd olyan, ami ellopja. Fú, van vödrös. Hát a vödröset azért szét tudjuk cseszerinteni, szerintem. Egy csorak ez egy sót bűz. Értem. Ilyen izé, cserép az kell nekünk, ilyesmi biztos, hogy kell. Dinnyelövő. Jó. Én azt mondanám, hogy meg kéne igazából védeni a cuccokat. Esetleg még rakjunk le ilyen izét. Ez növeli a védelmet. Szerintem ez így bőven jó. Szétse szerinti a vödörfejű embert a... Na, figyelj! Az odabasz egyet neki, az izé, ez mindjárt meg fog halni, figyelj! Még egy! Na, jó! Úgy! Gyerünk, csapassad! Jó! Azért ezt megvédjük ettől. Ujjjjjjj! Jó, őt ezzel fogjuk most kinyírni egyelőre, nem baj, az ott pont jó helyen jön. Ez így remek. Oké. Okay. Na, ott jön a vödörfej, figyelj! Jó, ezt hamar visszatermeljük. Én utána szerintem ezeket a izéket le is cserélem a kis káposztákat majd dinnyére, mert lesz annyi lóvém. Jó, hát nappal jól állunk, úgyhogy napot már nem kell legalább. Én szerintem káposztát meg izét se fogok venni többet. Megoldjuk dinnyével. Meg max még egy sor kukoricával ide, hogy az lassítsa ezért a cuccost. Basszony, nem azt kellett volna, ilyen pumpint kellett volna rátenni. Picsába. És
most majd kell egy nap. Bassza meg. Hogy visszapótoljam azt az egy darab napot. Már nem ezek gyárt eleget. Vicces, hogy ezt a... Aha. És az a kérdés, hogy az a tűs... Hát... Jó, én továbbra is tartom azt, hogy jó, most egy nap kell, hogy dupla napot. Az a baj, hogy ezt bármikor elvihetik. Hogy káposztát én nem raknék, hanem erre gyűjtök. Ez kell ugye, hogy kiszúrja a lufit. Ahhoz. A védelem az továbbra is fontos. Rakunk egy ilyet. Na jó, egy káposztát biztos, ami biztos, de szerintem ennyi elég. Nem kell több. Most az a kérdés, szerintetek, ha jön a lufballonos srác, akkor azt igazából itt tudom csak az egyenes részen kilőni, nem? Tehát nem fog fölemelkedni olyan magasra a cucc, ugye? Vagy hogy lehet? Hogy van ez? Próbáljuk ki. Hát meglátjuk majd. Igen, tehát most a kérdés az, hogy ezt föl fogja oda fújódni. Azt, tehát ez mészárlás, bazzeg. Azt a kurva, hát ez konkrétan így... Hát kinyírtam ki, vége, három flag, mennyi van? Öt vagy négy? Na jön a izé, jön az ugrálós. Na az mondjuk nem jó. Bár az ugrálós nem tud átugrani a izén. Ja, most azért gombákat nem kezdenék el csesztetni.
Én azt mondom, hogy nappal leszünk most, mert az, hogy legyen... Nem, ez nem... Hát lehet, hogy ez ke... Na, nem, vele, kell vödör. Dünnye! Most Luffy fújós nem kell, tehát azt igazából hanyagoltuk is volna, mindegy. Hát nem baj, legyen. Szerintem a dinnyei, ez amúgy szerintem is hamar kiszedi, úgyhogy mindegy, de legyen ilyen. A védelem az nem árt, ha van. Hát, ha már raktunk ilyen tüskét, akkor ez amúgy erős. Ground and air. Vagy most ezt felejtsük el. Mert egyet leraktam, tehát igazából azt én szívem szerint ki leszedném onnan. Hát most ez nem kell igazából nekem. Milyen nap van? Péntek volt, és hát most már szombat van. Hát mi az anyám kell még? Hát más már nem is tudok venni nagyon. Nem kell más. Tűz nem kell, csillag nem kell. Hát lassan úgy ott tartunk, hogy egy csillagot is már rakhatom, mert egyenesbe kerülünk, és akkor az egyenes az, az besegít. Jó, legyen akkor egy ilyen. Hát most igazából túl sok mindent nem, hát káposztát már nem rakok le. Nem, azért vasárnapig nem fog tartani, de... Ja. Hát ezt igazából lesz... Hát nem szedem le, minek szedjem le, de... Na. Nem, az nem lő semmit. Ja, de lő! Az jó. Hát ez sima liba. Hát igen, azt az ugrálósat, azt le is szedte Pik. Ajaj, jó. Jó, annyira könnyen azért nem, meg annyira simán nem, de... Aztán az utolsó kör jön akkor. Hát, jó, már nem tesszük le. Jó. Ha akkor mégiscsak kell a izé a tüskefújó a picsába. Nem baj. No problémo. Akkor azt csináljuk, hogy ez mindenképpen kell. Dinnyét már többet nem akarok letenni, de azért mindegy, legyen biztos, ami biztos, egy ilyet. Hát nap az lesz elég, de ha ellopná eset, nem fogja ellopni, úgyis a végén jön. Tehát az már engem nem érdekel. Ide most elég lesz a kisebb dió is.
De mindig legyen dinnye, ha ellopná, hát le van tojva. Ugye ezt visszük. Hát igazából minden. Minden megvan, tehát túl sok mindent nem tudok most sem hozzá. Tehát legyen csillag, biztos, ami biztos, meg mit tudom én. Jó, legyen egy napocska, hát most ennyi már bőven elég lesz. Elég kell legyen. Igazából csillagra nem is nagyon jut. Belőlem aztán jöhetnek. Na most, úristen, egek. Hát ez nem volt egy bonyolult. Na, van 22 ezer pénzem, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tudunk belőle venni. Na jó, még egy gyors belefér. Hát egy ilyen survival. Ja, de ez már hard. Nem, a hardban most már ne kezdjünk bele. De mi van még? Minigames. Zumbotani. Ilyen bowling. Na nézzük meg ezt a bowlingot. Jó, mit szóltak hozzá? Bowling legyen még. Nézzük, hogy... Ja, op, közben izé, szomjaznak a növényeim. Ja, meg hát kéne a shopba is. Hoppá, kaptam egy növényt. Halló. Pocsika. Ezt miért nem öntözted meg, bázzeg? Kölvenni ízért, tápot. Yes. Vegyél még, yes. Most mennyi lóvén van? Ja, 21.800. Hát gyűjtsünk még, vagy most vegyünk izé? 9 lót se lenne rossz, bár... most már igazából teljesen mindegy a vége felé. Ez mondjuk kúra jó. Ez kurva jó lehet. Azt a betyár. Ilyet kéne venni. Mit gondoltok, hogy izé? De hát a tetőn már nem nagyon leszek. Úgyhogy annyira azért nem érdemes, azért ne költsek 10 000 pénzt. Viszont hogyha ilyet veszek, akkor ez most termelné majd a zsozsót. Vegyünk így, ez jó lesz. Na, és így már egyből több izénk van, virágunk. Na mondjuk ide már lehet, hogy kell az a kis csiga, mert ugye a csiga összeszedi nekem a izéket. A
cuccmókat, a kis pénz érméket, de... Bűz, csak egy aranyat adott, ne vicceljél már. Na. Júj, ott van kis izé, azok a hármas lövő, akármi. Nagyon jó. Jó, zsír. Jól állunk. Ja, lehet, hogy egy csigát veszek tényleg. Hol a shop? Vegyünk egy olyan... Ott a csigaba, ott van, na, azaz, figyelj, és oda megy, és... Ennyi. Lusta disznó, még egy csigával gyűjtettem össze, bazzik, a pénzérméget. Dolgoztatom a csigát, ez az, ne menjél messzire, mert ott a... Menj oda. Én rá nem kattintok. Én lusta vagyok. Szedd föl, úgy, ügyes, ügyes csiga, jó csiga. Na. Hát zene továbbra sem tudom, hogy mikor kell, vagy miért kell majd a izének, a növényeknek, tök mindegy. Na minden esetre nézzük, hogy szomjaznak-e még. Nem kell zenét nyomatni, a zenét kérik, nem? Az kéri a zenét, nem? Vagy ezt lehet izé így játszani, csak így random? Nem, az kéri ugyanúgy. Ébresztjük fel az izét? Nem, nem lehet felébreszteni. Hát nyomattam a zenét, de igazából nem csak leszarják a fejem. Na mindegy. Jó, akkor még egy utolsó, legyen egy... legyen egy minigame, igen, a Walnut Bowling. És akkor minigémekből már csak kettő maradt hátra. A következőre Survival lesz majd a kemény. Úgyhogy lehet, hogy még a következő alkalommal nem tudom befejezni, hanem csak két alkalom múlva. Úgyhogy még egyrészt minimum lesz, de szerintem inkább kettőt satszolnék. Úgyhogy nézzük az utolsó minigémet. A gombát adjam el. Jaj, adjam a gombát, de most már mindegy. Jó, ez így átgurul rajtuk, hát ez kurva jó. Hát nem akarom baszni, nem azt akarom megvárni, hogyha majd megjelenik, mert akkor itt tud pattogni az a szar. De mindegy. Tidü 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 tidü. Na jó. Aj, bazd meg, persze, hogy...
Hát, tudjátok mit? Bassza meg azok, aztán azok is felrobbannak, mindegy. Ez az, pont a táncoló zombit sikerült bazzeg kiiktatni, az nagyon jó, az egy jó húzás volt. Hova gurítom el bazd meg? Akartam. Két wave of zombi van, ez nem jó. Basszus, ezt nem így akartam. Thank you.
Mi ez? Csokit találtam! Ez az! Végre valami finomság! Hú, bazd meg, rohadt sokan jönnek! No! Csak ott nem szabad beengedni, ne! Ragd le! Baszd meg! Nem, bemászott a kurva isten faszát. Azért miért dobott ki a chat? Ó, faszomat már, ezt nem hiszem el. De jó, nem tűnt el. Na jó. Ezért kell várni, meg kell várni, amíg több jön. Nem szabad elhasználni a izéket. Tartalékolni kell. Meg kell várni, amíg minél több beér mondjuk ebbe a vonalba. Nyilván attól függően, hogy itt milyen erősségűek vannak. Spórolni kell ezekkel a nagyokkal, amikor csak lehet, tehát így... Persze, hogy erről nem úgy pattan le, ahogy kéne. Gyertek még, engedjük be őket. Thank you.
Baszak, ez miért nem hal meg? Jó. Ez az. Ez jó. Bazd meg, és elmegy mellette, picsába. Na, végre, kap már telibe.
Kéne már egy izé, robbanós, haló. Egy robbantást kérni, léci, ez az! Hú! Azt a rohadt kurva. De mindig ezeken már átmegy a motor. Hú, gyerekek. Hát szerintem ez így van kitalálva. Hogy, tehát ezen át kell, hogy menjen a, izé, a fűnyíró vagy a motor, mert ahhoz képest mondjuk kettő fűnyíró ment el, tehát végülis nem volt olyan rossz, de fú. Az, ez mondjuk nem volt egyszerű, tehát nem tudom, hogy tévedjétek vele, de ez már ez kemény volt. Ez keményebb, mint a Call of Duty-nak a izé, bármelyik része. És ennél mások nehezebb lesz, de ma már nem, tehát ma már tényleg most a fél egy van, úgyhogy eleget Plants vs. Zombies, és még mindig nincs vége, tehát még ez a kettő hátra van, ugye, és még van a Survivalban, meg Bakker még van 5-6 darab, úgyhogy hát lehet, hogy a következő héten se leszünk meg ezzel, úgyhogy majd kiderül. Na, búcsúzom, mert most még meg kell ezért renderelnem, illetve nem ezt holnap ráérek megrendelni, mert holnap még csak a Need for Speed-nek a része fog kikerülni, az meg már föl is van töltve, meg készen is van, úgyhogy holnap az kerül ki. Holnap egész nap fogok teszteken dolgozni, úgyhogy jó pár teszt most biztos, hogy el fog készülni, itt görbüljek meg. És a jövő héten érkeznek majd folyamatosan, én elkezdem adagolni ezeket a teszteket, úgyhogy jön az is, úgyhogy készítsétek a klikkeket, meg az egérgombokat, mert itt aztán mindenki össze fogja magát csinálni a gyönyörétől, meg a gyönyörben, olyan fasz a tesztek jönnek, úgyhogy, meg hát szóljatok ismerőseiteknek, mert ma például csökkent a feliratkozó szám a YouTube-on, valami ilyesmi, mert ilyen szomorú hangot játszott le a Lametric Time, ilyen nyak. Úgyhogy ami azt jelenti, hogy mennyi egy-két leiratkozó volt, de hát mondjuk nyilván annyi mindig van, csak éppen pont egy tízessel így csökkent, tehát ugye 2570-ről most így 2560-ra, mert ugye tízesse kerekíti a feliratkozókat. Na mindegy, úgyhogy most jönnek tesztek, így azért készítsetek magatokat is, meg ismerősöteket is, hogy fantasztikusan jó videók következnek, és hát a gaming marad, illetve ne felejtsetek el, még jó, hogy nem írtam ki a másik szavazást, Plants vs. Zombies helyett még nem lesz szavazás, de már a techbarat.hu-n elérhető, hogy mi legyen a Need for Speed helyett, és most egy kicsit puskázni is fogok, mert csak egy ilyen aktuális, egy helyzetjelentést adok arról, hogy a szavazásunk hogyan áll. Azt mondja, hogy az Armikrog vezet 2 szavazattal jelenleg, a micsoda, Beaver Planet Earth kapott, ami egy új játék, azt nem én raktam föl, az egy szavazatot kapott, és így második helyen van Holt versenyben a Star Wars Jedi Fallen Order-rel, és van még a 13 Remastered, illetve a Wolfenstein 2, The New Colossus, vagy Colossus, nem tudom, ezek 0 szavazattal állnak utolsó helyen, de hát összességében az első helytől 2 szavazat választja el őket is, úgyhogy lehet szavazni, meg lehet játékot hozzáadni. Tehát aki még nem tette ezt meg, akkor annak lehetősége van. Nyilván aki megtette, az már egy szavazattal ér föl. Úgyhogy csapassátok, mert jövő csütörtökig van még időtök, és majd csütörtökön délben zárul a szavazás, akkor megnézem, hogy melyik nyert, azt gyorsan letöltöm, meg föltelepítem azt a játékot, vagy lehet, hogy meg is van már, és csütörtök este a GTA 4 után, ahogy a Need for Speed helyett, azzal a játékkal fogok játszani. Na, már ennyi voltam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Kicsit későn kezdtem ugyan, de hát mennyi? Azért fél, jó 3-4-10 környékén, ami azt jelenti, hogy akkor is egy durván, hát majdnem 3 órát toltam le megint, hogy ez addiktív ez a játék, komolyan mondom. Meg hát sokszor elhibáztam, oké, de akkor is. Na, és itt maradtatok még fél, a gyerekek, fél egy van. Menjetek már aludni. Na, jó, mondjuk én még nem megyek, mert még egy kicsit szerintem kockulok, de holnap szombat van, élvezzétek ki a hétvégét, azt hiszem jó idő is lesz. Lehet, hogy lemegyek a Palatonra, Árpikához lubickolni, vett egy tavat valahol ott a Siófok mellett. Úgyhogy az új fizetéséből pár hónapja dolgozik, adott egy banknál, és hát mondta, hogy már egy tavat sikerült vásárolnia. Valami, nem is tudom milyen neve, ami B betűs ott a Siófoknál. Biztos ismeritek. Na, szóval nem megyek majd lubickolni, nem? A videókat előbb meg fogom csinálni, de hogyha úgy marad időm, akkor lehet, hogy lenézek majd a Balcsira akár, vagy valamikor jövő héten, mert jövő héten már nincsen
olyan melóm, úgyhogy lehet, hogy kiveszek 2-3 szabad napot, aztán megyek kicsit kikapcsolódni, mert az elmúlt 2 hét azért sok volt így meló szempontjából, remélem, hogy ezért ti jobban viseltétek, hát aki nyilván suliban van, mert mintha suliban lenne, csak ugye nyári szünete van, az egy szót se szóljon. Inkább ugye itt a jó munkás emberekről, akik termelik az országnak a GDP-jét, azaz rólunk van szó. Mi aztán keményen dolgozunk, de hamarosan jön szabadság, és hát legalábbis tervezem, hogy a következő hetekben lesz egy kis pihi. Na, legközelebb mikor? Hétfőn fogunk találkozni Call of Duty Black Ops-szal, meg velem persze, este 8-kor, vagy lehet, hogy kicsit későbbre fog tolódni, 8-9 magasságában, de ezt a techbarat.hu nyomon tudjátok majd követni. Ha nagyon utolsó pillanatban változik a dolog, akkor kirakom Facebookra is, de ha nem ilyen, ha egy-két órával vagy jó pár órával előtte változik, vagy derül az ki, hogy adott esetben későbbre kerül, akkor azt csak az oldalra fogom kiírni, úgyhogy ezért érdemes megnézni mondjuk így esti órákban az oldalt, hogy éppen hol tart vagy mit mutat. Ez csak a hétfőre igaz, persze bármelyik játékra igaz lehet, de szólok előre, hogy mikor jöhet esetleg közül. Most úgy néz ki, hogy lehet, hogy egy kicsit csúszni fog a hétfői nap is, de mindenképpen lesz. Na, jó éjszakát mindenkinek, köszönöm szépen, hát Árpikának, Arninak, Daninak, Darkcraftnak természetesen, és még a többieknek, akik itt voltak, örülök, hogy itt voltatok, és kurva sok üzenetet küldtetek, tele spammeltitek a chatet, de ez nagyon jó, mert ennek én örülök. Kaptam is ilyen congratulations-t a Restream-től, hogy elértük a 100 darab üzenetet a chaten, hát ez nagyon-nagyon jó. Tartsátok meg ezt a jó szokásatokat, gyertek legközelebb is, és majd ha valaki ezt YouTube-ról nézni vissza esetleg ezt a videót, akkor ne felejts el lájkolni, mert ha nem teszi meg, akkor valahol a világon egy nyusz is írni fog, és azt nem szeretnénk, ugye. Na, már ennyi voltam, köszi még egyszer nektek, kellemes hétvégét, hétfőn találkozunk, de azért lesznek még videók hétvégén is, úgyhogy nem maradtok tech barat nélkül. Jó szakát mindenkinek, szevasztok!